Szervusztok! Nem tudom, hol jártam legutóbb, mert úgy történt, hogy elkezdtem itt elég nagy munkálatokat csinálni itt a bázis belsében, és úgy látszik, hogy nem vettem fel mikrofon hangot, mert akkor pont éppen másik, tehát úgy mindegy szarakodtam a mikrofonnal, és az OBS elfelejtette a beállításokat, és így hát így finoman szólva basszottam így a 1 óra felvételt, így megpróbálom összefoglalni, mit csináltam. Elkezdtem itt, szarakodtam egy kicsit a Voxerrel is, a Creatorral, vagy mivel. Elkezdtem átpakolni ide a refineriket, kicsit normálisabb kialakítást elkezdtem itt kialakítani, nem egy ilyen atombomba üreg belső cuccba akart, na szóval, ja, egy kellemesebb körülményt kialakítani. Elkezdtem futatni, azt hiszem, a Timet, a Tim Taladin, Piledin valamilyen rendszerét. De hát még nem a legtökéletesebb az a baj. Szóval először is ezt lekapcsolom. Factory Control, ezt most egyelőre lekapcsolom. Ezt is. Nem, egyáltalán nincs FPS javulás, de a bázis az olyan borzalmasan van itt izé... banyák. Éppen dolgoz felfele. Az egyik refinerit átviszem. Igen. És akkor refineri. Igen. Szar teli van. Large. Ez várj, ez az volt, akire gondolok? Bocs, nem figyeltem. Ja, Radispet, jó van. Jó játékot kívánok neki most. Egy offline módba lépek ki Steam csöten, hogy ne zavarjanak a felbukkanó dolgok. De Radics Peti volt, nagyon ritkán lép fel, de még régen felvett egy csomó embert így Steamen. Ez nekem is sikerült. Na, akkor modulokat rakjunk erre drága a gépezetre. Kell nekem egy energia speed shield. Power, even, mi ez? Akkor egy speed modult, bocsánat, ezt nem raktam oda. Ilyebben 10-9 tab cuccosom, sose használom ki az összeset. És akkor így fele-fele arányba, azt hiszem jó lesz. Az érdekes, hogy például mondjuk hát ez passz meg, rosszul raktam. Igen, ez speed, ez meg yield legyen. Egy nép. Szóval például, hogy Scoot az például teljesen vanilla. És ő azt hiszem egy, nem is egy Asterio demezőbe, Scuderiáról beszélünk. Például izébe csinálja Asterio-n belül. Nem, én, ők csinálják kívül, én csinálom belül, már faságot beszélek. Szóval az egy kicsit FPS barátabb. Lehet, hogy nekem is úgy kéne, és elnézést a mentér, de nyitva van az ablak. És itt van a kurva mentőállomás, a kurva Lidl mellett. Ez meg fordítva legyen, vagy nem. Speed modul van ennek felül? Nem. Ugyanúgy, jóva. Jó, csak igyekeztem azért, ugyanúgy. Két refinery kész. És akkor majd lehet valamire kéne rakni kéne kohókat. Ez rosszul van? Ó, bazzik, az rosszul van. Most lesz a jó. Igen. Össze kell majd kötni.
Ez remélem üres. Kiváló. Még mehet, még mehet, mehet. Igen. Ja, csak ennyi kellett neki? Hát akkor modulokat csinálunk belőle. Akkor alul speed. Mert need for speed. Rossz picót, elnézést. És ezek mi yield? Akkor nagy kapacitásom lesz itt. Hát kis csőkel, de... Aha. Hát egyelőre berakom a nagy kargóba. Akkor ebbe. Ebbe. Lehet olyan. Érdekel. Generátor. Oké, és akkor jön a... Ja, igen. Ez működik? Közben el kéne a konvejer rendszert is csinálni. Kezdeni csinálni, na. Uha, interior plate, azt nem hoztam. Interior plate, ez nagyon szükséges. Interior plate. Csak hogy lássam, hogy hogy fog menni a modul, azt akarom most megcsinálni. Így. Na így. Még egy ilyen. Egyenesen tovább. És akkor... van egy ötletem, hogy itt... várjál. Pont jó magasságban van ahhoz. Ezt le kell mondanom, bazzin. Pont egyet akarok lent párat csinálni. Akkor majd gyorsan kisjelölöm a helyét. Blast furnace, bocsánat. Meg izé szkud az magyar nyelvűn használja. Mondjuk az nem is baj. Eleinte én is. Csak aztán... baráti jó tanács, hogy nem tudom, hogy is volt ez. Megpróbálom szembe. Igen. Hát valahogy így. És akkor, ja. Mellé. Így. És akkor lesz egy hely mellette, azt hiszem jól látom, igen. Tehát egy rés. Oké. És akkor ezt le is bontom. Hú, mennyi kobalt, azt a kurva. Nem. Takarod színe? A Tim vissza akart rakni. Aha. Ja, akkor lehet, hogy el kéne kezdeni vele hegeszteni. Oké. Okay. Az első kész. És akkor visszakapcsolom. Ja, igen. It's working. Ja, elég jó kikalkuláltam. Nagyon jól kikalkuláltam. Pont lesz köztére is.
Nagyon jó. Conveyor. Még egy kevés. Sima ilyen izé legyen. És akkor... csinálok egy ilyen trükköt. Így. Lemegy. És lehet köztem mászkálni. Nem tudom, mennyi értelme van, de... másik irány. Így. De jó, hogy lehet forgatni, nem kell izé. Ez nekem először nagyon szokatlan volt ez a dolog, hogy így egy blokk és akkor így egy ikon vagy mi ez, és akkor így görgővel választani meg minden. De most már nagyon megszoktam is. Így né. De most akkor tudja, mit kell csinálnia. De akkor ezt a részt is befejezem. Ezt a részt befejezem. És akkor így, most nem tudom, mi legyen. Igen. Én nagyon ipari érzést csinálok. Így csövek egymás hátán. Hogy mondjam, tehát így. Igen. Jédni. Jó, reaktorban azt hiszem van elég energia, szóval... ja. Paf, kész is, ennyi. Ennyi. Jó, most akkor ez halad. Ez kész lenne, akkor ez... várja. Refinery. Ezt átsírtam. Team. Elértem volna. Teambe kell, mert erre mennie kéne, de mindjárt megnézem. Na jó. Team rendszert nem használtam eddig gyakran, de én úgy tudom, hogy nagyon hasznos rendszer. És szeretném is használni. Tudok valamit beleheggeszteni? Minimálisat. Oké. Okay. Ennyi. Az assemblereket is kéne. Ó, bassz meg, azok pont arra kéne, ahol a team rendszer van. Na, az egész rendszert köthetem újra. Már tudja, programozhatom újra, de nem lesz gond, csak... fú, még egy nanitot. Nem tudom. Ne. Azt gondolkozom, hogy ide kéne valóban. Tími rendszer amúgy is lehet, hogy költözni fog, szóval... akkor a modul az mellé megy, tehát így ide jön a modul, akkor ide kéne.
Így. Modul. Másik modul ide. Mellé elfér lehet. Nem, nem. Attól félnök, mennie kell. Basszus. Kár. Vagy voxelezzek egy kicsit még. Nem tudom. De nagyon. Lehet ide szélre.